A Megye 3 északi csoportjának legutóbbi fordulójában Zebegény Rádot fogadta. Az első félidő gólinségét követően a második 45 percben a rádiak kétszer is aktivizálták magukat, minek az eredménye kétgólos vendégsiker lett. Messze nem Zebegény járt a legrosszabbul ebben a körben, Letkés hálóját ugyanis nem kevesebb, mint 13-szor zörgette meg a Püspök 60-i csapat. Bencés Dunakeszi is alaposan elintézte ellenfelét, utóbbi ráadásul a bajnoki cím egyik esélyesét, Nagy Marost. Szobon unatkozhattak a leginkább a nézők, legalábbis azok, akik a gólgazdag meccseket szeretik, egyik csapat sem talált ugyanis a kapuba. Püspök 65-ből 5 meccset megnyerve vezeti a tabellát, Csővár szintén veretlen 5 forduló után, és Nagy Maros, valamint Dunakeszi is ott tólálkodik az élmezőn közelében. A sort Letkés zárja, de Zebegénynek is mindössze 1 pont áll a neve mellett eddig. Folytatása hétvégén Kosdon, majd a 7. fordulóban hazai pályán Letkés ellen. Na ott innen megszerezni a csapatnak az első győzelmét, ha csak ez már a hétvégén be nem következik. A dunabogdányi gólszegénységet Visegrádon is megérezték, ugyanis a Solymár elleni meccse a visegrádi csapatnak szintén nem volt egy gólzáporos ütközet. Erdős Balázs találatára Kreisz Flórián válaszolt, így 1-1-el vonulhattak az öltözőbe a csapatok 90 percet követően. Sziget Gyöngyön is megosztoztak a csapatok a pontokon, Pili Szántó viszont kiütötte Tahitótfalut, mint ahogy Ürem is itt tett Csobánkával, utóbbi ráadásul 9-et vágott ellenfelének. Nagyon szoros az élmezőny, Pili Szántó, Pervál és Sziget Gyöngye egyaránt 10 ponttal vezeti a csoportot, Ürem, Dunabogdány és Págy pedig egy győzelmen belül áll a 3 éllovashoz képest. Visegrád 4 pontjával a 8., míg Tahitótfalu eddig nem szerzett pontot, így csak a 11. helyet foglalja el, a sereghajt a Pili Szent Iván előtt. E hétvégén Visegrád újra szabadnapos lesz, Tahitótfalu pedig Dunabogdánnyal találkozik, a Pest megyei labdarúgó szövetség előzetes tájékoztatása szerint Szentendrén, október 2-án délután 3 órától. Egy héttel később Tahitótfalu lesz szabadnapos, Visegrád és Dunabogdány egyaránt hazai közönség előtt fog futballozni, előbbi Pervállal, utóbbi Solymárral találkozik október 9-én.